hát olyan információ ez, amit igazából szerintem most már a hülye is tud, de azért elmondom, hogy az emberek fel is fogják, de gondolom saját maguktól is azért rájöttek, hogy az Egyesült Államok választása az itt van 80-valahány napra, és mindent meg fognak tenni annak érdekében a globalista, liberális, demokrata erők, hogy ők hatalmon maradjanak. Na most, ugye látjuk azt, hogy Kamala Harris-t idézőjelben egy kérdéssel ki lehet fingatni, az a kérdés az pedig úgy hangzik, hogy ha ő annyira meg akarja változtatni ezeket a dolgokat, amiket most hangoztat, akkor miért nem változtatja meg most, vagy miért nem változtatta meg idáig, hiszen Kamala Harris az ugyebár az Egyesült Államok politikájában a második ember, mert ő az amerikai elnök helyettes per pillanat. És ezzel a kérdéssel azt hiszem, hogy Kamala Harris le is lehet söpörni a szintérről. Na de próbáljunk meg teljesen logikusan gondolkodni. Hogyha Donald Trump ennyire jól áll, mint amilyen jól most áll, és Kamala Harrisnek próbálják a számait felhúzni, és mondjuk tegyük fel, hogy esetleg ez még valamennyire sikerül is, és az összes hintázó államot esetleg magáévá tudta tenni Kamala Harris, tételezzük fel, hogy az emberek elhiszik a hülyeségét, meg a hazugságát, meg nem veszik figyelembe azt, hogy Kamala Harris az elmúlt 4 évben igazából semmit nem csinált, egy feladata volt, hogy a téli hatát azt ugye megoldja az ottani problémát. Na nem oldotta meg, sőt, mi több, eleve olyan helyre ment le, ahol nem is volt igazából bevándorlás, és azt mondta, hogy jaj, itt nincs semmi baj, itt nincs bevándorlás, itt nincs semmi baj a mexikói határnál, és most meg azzal próbál kampányolni, hogy ezt meg kell oldani. Az emberek az Amerikai Egyesült Államokban, az emberek rájöttek arra, hogy itt hülyének lettek nézve, és ezzel az egy kérdéssel, amit az előbb mondtam, Kamala Harris fel is lehetne vele törölni a padlót. Na most Elon Musknak be kellene hívni Kamala Harris-t az X-be, azaz a Twitter-be, és ugyanolyan interjút kéne vele csinálni, mint Donald Trump-al csinált. Nem tudom, hogy esetleg Kamala Harris bemenne-e vagy sem, mert azon kívül, hogy mi a legfontosabb dolog az embereknek az, hogy USB csatlakozót szereltessünk fel a buszokra, vagy pedig az, hogy éppenséggel megoldjuk azt, hogy az egész világ éppen fegyverkedik és égni fog az egész világ, mert hogyha itt a globalista oldal fog hatalmon maradni, akkor a háborúk azok elkönyvelhetők. Szóval, hogyha ezekből a logikusra megpróbálunk kiindulni, és abból megpróbálunk kiindulni, hogy mondjuk tételezzük fel az Egyesült Államok választásában, elég nehéz belenyúlni, úgyhogy ne vegyék észre, akkor láthatjuk azt, hogy másféleképpen kéne ezenek a globalistáknak megoldani a helyzetet. Na most, ahogy megpróbálják megoldani, az többféleképpen fogják megpróbálni megoldani a helyzetet a globalista oldali erők. Az egyik az lesz, hogy megpróbálnak csinálni egy világjárványt. Erről már beszéltem évekkel, hónapokkal ezelőtt, hogy ez egy politikai vírus. Aki nézi az adómat, az tudja, hogy én így neveztem el, hogy ez egy politikai vírus, és most a politikai vírus megint előjön, mert hogy ugye bár politikai helyzet van. A másik, amivel megpróbálnak beleszólni a választásba, az az, hogy a beengedett illegálisoknak valamilyen úton módon választójogot fognak a kezükbe nyomni. Ez úgy is lehetséges, hogy kitöltik azt a papírt, hogy ők választani akarnak, és akkor ezeket a választócetliket kitöltik és elküldik, és a liberális államokban ugyebár nem szavazzák. Nem nézik meg, hogy ezek a választócetlik, ezek most igazak vagy nem igazak, vagy legálisan lettek-e benyújtva vagy sem. A harmadik az, hogy elnapolják a választást valamire hivatkozva. Tehát most az izraeli-iráni összetűzés, az ukrán-orosz összetűzés, az mind-mind provokációk annak érdekében lenni, hogy legyen valami nagy káosz a világban. Mert káoszban ugyebár el lehet napolni az USA-s választást. Tehát vagy a vírusra, vagy a háborúra, vagy a, mit tudom én most mondok, valami nagy baromságot az üstökös becsapódására, tehát valami olyasmire blazíroznak ezért, olyasmit akarnak elérni, hogy az USA-ban ne legyen választás, vagy postán kelljen szavazni. Én abba az irányba tolnám ezt el, hogy itt ezek azt akarják, hogy ne legyen az Egyesült Államokban választás, hiszen félnek attól, hogy esetleg
nem ők fognak győzni. Na most a USA-ban levő elnökválasztás az úgy van, hogy fel van osztva az Egyesült Államok különböző state-ekre, különböző államokra, és a különböző államoknak különböző pontszámok vannak a rendelkezésükre bocsájtva, és akkor ezekkel a pontszámokkal szólnak bele a nagy központi versenybe. 270 pontot, aki először eléri, az lesz az Egyesült Államoknak az elnöke. 80-valahány nap van a választásig. Itt Donald Trumpnak az életév számából kiindulva, ő már több választáson nem fog elindulni valószínűleg. Hát most már látjuk azt jól, hogy azért Joe Biden-t ugyebár lecsavarták a politikai szintéről, és látjuk azt, hogy választás nélkül tették oda Kamala Harris-t, de ez nem egy új keletű dolog, hiszen azért nézzük meg, hogy azért Angliában is azért az elnököket, vagy a képen vezeti a politikát, az hogy teszik oda, nem választják meg őket, hanem szépen lassan úgy tekerik a lapokat, hogy beraknak egy-egy embert oda, és akkor az ott van és csinálja a dolgot, amit mondanak neki. Szóval én még mindig azt mondom, hogy fel kell arra készülni, amit 2019, 2020 és 2021-ben volt, el fog indulni szerintem egy járvány, és ez egy olyan járvány lesz, ami nagyon látható lesz. Tehát ez nem egy olyan járvány lesz, mint a Covid, hogy az emberek azt fogják mondani, hogy jaj, ebben most nem hiszünk, ez egy nagy járvány lesz, olyan járvány lesz, amit fogunk látni. A kérdés, hogy Magyarországra el fog-e érni, vagy nem fog elérni. Az biztos, hogy az Egyesült Államokban ezt megpróbálják majd elsülni. Sőt, még azt is hozzáteszem, hogy szerintem még bele akarják keverni a katonaságot is, hogy majd a katonaság majd esetleg körbe megy, azt beadja mindenkinek a vakcinát, vagy éppenséggel, aki nem adatja be a vakcinát, azt elviszik, vagy valami ilyesmi. Teljesen úgy, mint ami volt az a film, az amikor Los Angelesbe ott mászkáltak az emberek, aztán aki nem adatta be a vizét, injekciót magának, azt éppenséggel elviszik. Szóval nem némizgetni akarok senkit, de ha logikusan nézzük és logikusan leírjuk ezeket a kérdéseket, ezeket a válaszokat, és látjuk azt, hogy a liberális demokrata oldalnak irdatlan nagy a vesztennivalója, hiszen olyan dolgok fognak róluk kiderülni, amik nem annyira jók, tehát most már ezt majdnem 10 éve beszéljük ezeket a dolgokat, akkor meg fognak mindent annak érdekében tenni, hogy ők már pedig hatalmon maradjanak. Mert ha nem maradnak hatalmon, akkor nem az, hogy börtönbüntetés, vagy nem az, hogy ilyen büntetés, vagy olyan büntetés, hanem valami nagyon nagy dolog fog róluk kiderülni. Most nem akarok ebbe belemenni, hogy micsoda, mindenki rá tud jönni, vagy mindenki rájön a saját agyával, hogyha megnézi a miért ilyen fontos most a LMBTQ, meg miért ilyen fontos most az olimpián megváltoztatni az embereknek a hovatartozását, vagy éppenséggel miért ilyen fontos az, hogy például lejjebb vigyük a szexuális cselekményeknek az időtartamát, vagy az életkorát. Ez mind-mind összefügg, és lehet itt összeesküvés elméletet mondani, de ide jobban látjuk azt, hogy ez egy összefüggés elmélet. Ehhez, hogy az Egyesült Államokban a választás meg legyen tartva legálisan, normális módon, nagyon kicsi az esély. Nem fogják elengedni a hatalmat. Biztos vagyok benne, hogy nem fogják elengedni a hatalmat így.